Ugyan a labda majd csak ősztől pathoghat újra a Vodafone sportcentrumban. Az Albakom szurkolóit van, ami a nyári hónapokban is foglalkoztatja. Konkrétan, hogy milyen kerettel vág majd neki Branislav Zunic a következő kosárlabda szezonnak. A tavalyi év legjobbja hanga Ádám Manréca felé vette az útirányt, ám azóta draftolta az NBA és San Antonio Spurs, és már Amerikában is vendégeskedett a válogatott játékos. Néhány héttel ezelőtt, ahogyan arról a sportpercek is beszámolt, eldölt, hogy az edző mellett Keller Ákos is aláírt még egy évre Fehérvárra. Ám ezt követően sem nyugodhattak meg a drukkerek Keller miatt. Ákos szerződésének záradéka ugyanis lehetővé tette, hogy külföldi ajánlat esetén távozhasson. Ezt az Euroligában érdekelt Olimpia Jubiana használta ki és hívta próbajátékra a Fehérváriak egyik kedvencét, aki azonban egyenlőre nem kapott szerződést, így minden bizonyjal maradt Fehérváron. A vezetőség megállapodott már a folytatásról Bódi Ferencel is. Hendlein Roland is elfogadta végül az Alba ajánlatát és maradt Fehérvárom, mert szeretné visszanyerni sérülése előtti formáját, mielőtt szerencsét próbálnak külföldön. A tavalyi keretből Simon Balázs még nem írt alá, de Ham Roland az Albakom igazgatója szerint vele is közel a megegyezés. Az Albakompos tervek között szerepelt az is, hogy Krakert és Holist megtartsák. Ez már maradéktalanul nem sikerülhet, mivel Kraker Ukrajnában folytatja. Sokan hírbe hozták az albakompal a Szabó Zsoltot, ő azonban a Falkóhoz írt alá. Összességében tehát hanga távozott, Simon még nem írt alá, viszont a tavalyi keret minden magyarja jövőre is albakom mezben játszik majd.